Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Országos karate edzőtábor Gyulán. Egy hetet töltenek a városban a kiokusinkáj stílus követői. Bai Zoltánra emlékeztek. A gyulavári református temetőben idézték fel a tudós alakját. Szabad festés a szabad ég alatt. A Szent Miklós parkban bárki csatlakozhat a művészekhez. Kövess engem! A magyar Continental Singles együttes tini csoportja lépett fel Gyulán. 17 egyesületből 161 karatéka érkezett Gyulára a 25. országos Kyokushin karate edzőtáborba. Ilyen jelentős érdeklődésre az elmúlt egy évtizedben nem volt példa. Ez a nap híre. Az elmúlt egy évtizedben nem volt olyan nagy az érdeklődés a 25. országos Kyokushin karate edzőtábor iránt, mint idén. Az ország 17 egyesületéből összesen 161 karatéka vesz részt a gyulai rendezvényen. Hétfő délután az esemény megnyitóján Görgényi Ernő polgármester kiemelte, Gyula kiváló lehetőséget biztosít a hasonló programok számára. Ezt a várost egykor azok a harcosok tették naggyá, a kor magyar szamurájai, a végvári vitézek, akik évszázadokon keresztül védték a gyulai várfalait. A karate nem csak technikai tudást igényel, de van egy olyan különleges szellemisége is, ami megkülönbözteti egyéb küzdősportoktól. És ha szellemiségről beszélünk, akkor örömmel jelenthetem önöknek, hogy Gyula városban a hely szelleme, a Géniusz Lóci, annak a kisugárzása segíti azt, hogy önök itt jól érezzék magukat, hogy eredményes legyen ez az edzőtábor, és hogy megadja önöknek mindazt a fejlődést, amit várnak ezektől a napoktól. Nagy Mária Valéria eddig két országos edzőtáborban vett részt. 2020-ban kezdett el sportolni, másfél éve versenyeken is indul. Azért szeretem ezt a sportágat nagyon, mivel úgy érzem ezzel nőlétemre is erősebb lehetek, és több önfigyelmet is tanulok ezáltal, valamint így, hogy sportolok, így a mindennapokban például a tanulás mellett is sokkal nagyobb az önfigyelmem, az időbeosztásra jobban odafigyelek, és igazából egyéb sokkal jobban érzem magam emiatt. Szabó Ferenc az edzőtábort rendező, Samurai Kyokushin Karate Sport Egyesület vezetője kiemelte, igyekeznek minél változatosabbá tenni a programokat, tartanak edzést, küzdelmet, valamint versenyfelkészítést. Emellett a különböző technikák értelmezését és formagyakorlatokat is tanulhatnak a résztvevők. Lehetőség nyílik a válogatott felkészítésére, illetve edző továbbképzésre és szakmai beszélgetésre. Tőlünk valami olyat kapnak, amit máshol nem. Ez egy egyéni sport, mi egyesületünk mégis egy család. Tehát itt mindenki figyel a másikra. Én igyekszem mindenkinek a problémáit ismerni, és annak megfelelően irányítani az edzéseit, a felkészülését. Magának a karate sportágnak én azt gondolom pozitív a megítélése, de valamennyi küzdősporthoz hasonlóan a karate is létszám problémákkal küzd a jelen időszakban, tehát sok olyan klub van, ahol alacsony a létszám. Most talán egy kicsit felfelé ívelő tendenciát mutat. Az országos edzőtábor egy magas követelményeket támasztó övvizsgával zárul. Ez erőnléti, technikai gyakorlatokból, valamint összefüggő mozgássorokból, formagyakorlatokból áll, majd ezt követik a szabad küzdelmek. A Kyokushin karatéban a küzdelmek során teljes erejű támadások vihetők be az edzőpartnernek, az ellenfélnek, de nem a teljes megsemmisítés a cél. Születésének 124. évfordulója alkalmából Bai Zoltánra emlékeztek a gyulavári református temetőben. A 20. század világviszonylatban is meghatározó természettudósa és feltalálója nevéhez többek között olyan kísérletek és eredmények fűződnek, mint a holdradar kísérlet vagy a fotoelektron sokszorozó. 124 évvel ezelőtt gyulavári lelkész család gyermekeként született Bai Zoltán. A napokban a világ hírnévig eljutó természettudósra emlékeztek a gyulavári református temetőben, kiemelve sokrétű személyiségét.
Szákné Bajnai Zsuzsanna, a Gyulai Önkormányzat közművelődési és kulturális ügyintézője felidézte, Bai Zoltán szeme előtt nem csak a kísérletezés, a valami új felfedezése lebegett, hanem embertársaival is törődött. A Tungstram kutató laboratóriumában dolgozva 13 zsidó származású fejlesztő mérnököt mentett meg a deportálás elől. Tettei elismeréseként 2000-ben posztumusz kapta meg a világigaza kitüntetést Izraelben. Hegedűs István református lelkipásztor elmondta, Bai Zoltán a család hatodik gyermekeként született. Édesapja Isten tiszteleteit hallgatva, már kisgyermekként az eget fürkészte. Márki-Zay Lajos csillagász megemlékezésében Bai Zoltán gondolatait tolmácsolta, kiemelve a világegyetemben a csillagok és az emberi élet közötti összefüggéseket. Egy emberöltő alatt, de az emberiség amióta itt van, megismerni a világegyetemet nem lehet. Látunk születő csillagokat, látunk haldokló csillagokat, tudjuk, hogy vannak fekete lyukak, tudjuk, hogy hova kell tenni ezeket a fekete lyukakat a csillagászat tudományában, de ez csak egy pillanat ahhoz képest, ami óta él és létezik ez a világegyetem. Ez mindenképpen szerénységre is int minket, hogy köszönjük meg, hogy belepillanthatunk ebbe a csodálatos, több évmilliárdos életútba, ami a csillagokat övezi, de ne bízzuk el magunkat. A Bai Zoltán születésének évfordulóján a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit, tisztelegve a radarcsillagászat tudományágának megalapozója előtt. A gyulai nyár egyik hagyományos programja a szabad festés a Szent Miklós parkban. A turisták és a helyiek körében is népszerű eseményhez bárki csatlakozhat. Bárki bekapcsolódhatott az alkotásba a Szent Miklós parkban, ahol az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Szervezésében rendszeresen tartanak hasonló alkalmakat helyi amatőr művészek közreműködésével. A program teljesen nyitott, így bárki részt vehet rajta, az alkotással kapcsolatban pedig végképp nincsenek megkötések. Nyaralni jöttünk igazából, és csak belebotlottunk ebbe a programba, anyukám még mondták, és mondtam, jöjjünk le megnézni, mert miért ne, úgyis szeretek alkotni, és megtetszett, és egy fél órája ülünk itt csak. A szabad festés már hagyománynak számít Gyulán. A tavaly kezdődő programsorozat népszerűnek bizonyult, idén is sokan álltak megalkotni. A József Dezső Egyesület tagjai még olyan vendéggel is találkoztak, aki a tavalyi élmények után idén visszatért hozzájuk. Változó, hogy hányan vagyunk, például az első alkalomkor 9-en voltunk. Most ugye, hogy nagy meleg van, most kevesebben vagyunk, de 5-6-an most is vagyunk mindig, és akkor segítünk, aki kérdez valamit, vagy segítünk, vagy adunk tippet, hogy mit fessen, úgyhogy besegítünk nekik. A képet hazavihetik, úgyhogy nagyon örültek neki, és van most itt egy kislány az anyukájával, aki mindent hozott, még festőkötényt is, mert azt mondja, tavaly már voltak itt, és olyan sokan voltak, hogy nem volt nekik hely, és most hoztak festéket, ecsetet, minden, úgyhogy aranyos. A programot mini kiállítás is színesítette, melyen gyulai festők munkái láthatók. Harmadszor lépett fel a gyulai baptista gyülekezet, és a város lakossága előtt a magyar Continental Singers együttes tini csoportja, a Kontini. A fiatalok 2024-es nyári koncertturnéja Kövess engem címmel jelbeszéddel is tolmácsolva épült fel. A Kontini együttes tagjait egészen fiatalok alkotják, a 12 és 18 éves korosztály énekel együtt a Magyar Continental Singers tini csoportjaként. Az idei koncertturnéjuk egyik állomásaként Gyulán léptek fel a napokban a baptista gyülekezet és a város lakossága előtt. Antal Csilla, a 2024-es nyári turné csoportvezetője elmondta, örömmel jöttek a fürdővárosba, ezúttal már harmadszor. A turnénk címe az, hogy Kövess engem, és ez nagyon sok rétegű üzenetet hordoz magába, a dalok is erről szólnak, mindegyik dalban megjelenik valahogy ez az üzenet, de nyilván így a Biblia szemszögéből és a Biblia alapján
kerültek feldolgozásra ezek a dalok is, meg a téma is így ehhez lett válogatva. A gyulai baptista gyülekezet egyik célja, hogy nyitottá tegyék rendezvényeiket a város lakossága felé. Tímár Csaba presbiter kiemelte, erre igyekeznek minden alkalmat megragadni, ezért is hívják vendégül évről évre a Continental Singers együttest, idén nyáron pedig a tini csoportjukat. A gyülekezeti presbiter elmondta, nem csak zenei élményben lehet része mindazoknak, akik nyitottak egy-egy ilyen programra. Nyit azok felé, akik érdeklődnek a kereszténység felé, érdeklődnek Isten felé, és ez egy kiváló alkalom, egy újabb eszköz, egy lehetőség arra, hogy mi ezen keresztül is bemutassuk azt, amit Isten szeretetét, Isten üzenetét az emberek felé, hogy mennyire szereti őket, és mennyire vágyik arra, hogy ismét helyreálljon az a kapcsolat, amit a bűneset tönkretett, de van lehetőség Istenhez jönni, Isten mellett dönteni, Isten megélni a földi életünket. A Kontini Tini Együttes gyulai koncertje abból a szempontból is különleges volt, hogy dalaikat jelbeszéddel is tolmácsolták a közönség felé. Elhunyt Gyulai Endre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye nyugalmazott püspöke. Rövid hírek következnek. 2024. augusztus 3-án szombaton a szegedi Bálint Sándor szeretett otthonban életének 94. évében szentségekkel megerősítve elhunyt Gyulai Endre nyugalmazott szegedcsanádi püspök. Gyulai Endre 1930. szeptember 17-én született Batonyán. Szegeden volt piarista diák, majd ugyanitt a Hittudományi Főiskolán végezte teológiai tanulmányait. A tiszaparti városban szentelték pappá 1951-ben. Több helyen, köztük Gyulán is szolgált segédlelkészként, majd plébánosként. 1972-től igazgatóként tevékenykedett a Szegedi Hittudományi Főiskolán, ő szervezte meg az ifjúság pasztorációt. Szent II. János Pál pápa 1987-ben nevezte ki a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökének. E tisztségében 1989-től segítette a szerzetesek visszatérését a tiszaparti városba. Püspöksége idején 13 új templom épült az egyházmegyében. A rendszerváltás idején az Erdélybe irányuló Európai Segélyakció vezetője volt. Tevékenyen részt vett az 1991-es pápa látogatás előkészítésében. 1993-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke és az Egyházi Ingatlanokat Rendező Kormánybizottság tagja volt. Erre emlékezett egy a Gyula TV-nek adott interjúban Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. Gyulai Endre püspöki megbízatását közel 2 évtizeden keresztül 2006-ig látta el, utána nyugalmazott püspökként is aktív maradt, ez az interjú 90. születésnapján készült vele. A Szeged-Csanádi Egyházmegye weboldalán azt írták, Gyulai Endre püspök temetéséről később történik intézkedés. Augusztus 4-én rendezték meg 36. alkalommal a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész találkozót Jászberényben. A rendezvény fénypontja idén is a Méz királynő választás volt, ahol ez alkalommal is volt Békés vármegyei résztvevő. A leköszönő királynő a gyulai borszéki Viktória után a korona a hajdúböszörményi Takács Fanni fejére került. Az ő munkáját segíti majd udvarhölgyként az orosházi Hagymási Anikó. Rossz a mészhelyzet hazánkban, fogalmazott Átjelán János. Kiemelte, jelenleg a 2010-es nagybani felvásárlási áron tudják értékesíteni a mézet. Az Európai Unión belül mészhiány van, viszont nem a hazai mézek kerülnek az asztalokra, hanem az ismeretlen eredetű kínai, valamint ukrán termékek. Ezeket olcsón tudják szállítani Magyarországra is. Árgyelán János elmondta, alacsony áron tudják értékesíteni a mézet. 1 kg-ért nagybani felvásárlási áron egy gömb fagylaltot lehet venni. Ezért sokan gondolkodnak abban, hogy feladják a méhészetet, vagy csökkentik az állományt. Viszont vannak még mindig olyanok, akik csak ebből élnek.
Sajtótájékoztatóval egybekötött közönség találkozót szerveztek a napokban a Gyulai Várszínházban, ahol az Erkel és a Felkelés című darab alkotóival és színművészeivel találkozhattak az érdeklődők. Elek Tibor igazgató elmondta, a gyulaiak előtt nem ismeretlen Györei Zsolt és Raptovszki Csaba neve és munkássága. Korábban már többször találkozhattak a szerzőpárossal az irodalomkedvelők, az idei könyvhét pedig újabb elismertséget hozott számukra. Ilyen utamra és ne várja meg, itt fejbe verem! Több oka volt annak, hogy Erkel Ferencről megszületett a könyv, illetve a színdarab, fogalmazott Györei Zsolt. Barátjával és szerzőtársával, Saktovszki Csabával régóta foglalkoztak azzal, hogy a magyar kultúrtörténet nagy alakjairól írjanak egyrészt szórakoztatóan, másrészt a mai viszonyainkat is tükrözve. Kis Gergely Máté Erkelt alakítva elmondta, a címszereplő hivatásában mélységeket és magasságokat is megélt, de magánéletében kiegyensúlyozott ember volt. Körülötte mindenki 48-ban, mint a mai nap is, forr az egész világ, Európa, történnek a dolgok, egyik napról a másikra megfordulnak, átalakulnak viszonyok, a politikában is, gazdaságban is, és tulajdonképpen nagyon szükség van ma is olyan emberekre, akik józanak, jó szándékúak, és bizonyos klasszikus értékekhez kötik magukat. Hajdú Imelda a Radetzky Friderika grófnő szerepében egy műkedvelő, de nem túl tehetséges nő alakot formált meg, összetett és érdekes feladatként megélve az alakítást. A Gyulai Várszínház ősbemutatója, az Erkel és a Felkelés szórakoztató, csavaros történetekben gazdag, valódi magyar komédiaként került színpadra. Ősszel nagyobb járdafelújítási program kezdődik Gyulán. Lapszemle következik. Járdamustra Gyulán. Lakossági kérések alapján idén is több helyszínen javítják meg a járdát, vagy építenek újat. Írt a Görgényi Ernő polgármester közösségi oldalán. Hétfőn több olyan helyszínt jártak be, ahol ősszel el tudják végeztetni a munkálatokat a lakossági kéréseknek megfelelően. Templomszentelés Erdélyben. A Böződi tó partján felszentelték a kommunizmusban elárasztott Böződújfalu újjáépített templomát, az Összetartozás templomát, írta a Magyar Kurír. Böződújfalu 30 éve került víz alá, a vízből kimagasló templomtorony 2 évtizedig a falu rombolás jelképe volt. Aratónap a békési kisgazdakörrel. A programok között helyet kapott a hagyományápolás, a gasztronómia, de a legkisebbeket is megszólították a szervezők, írt a közösségi oldalán Kálmán Tibor, békési polgármester. A vacsorával záruló rendezvényen a polgármester újra átvehette a békési búzából font arató koszorút, melyet Lőrincné Kis Ilona készített el. Gyalogtúra Cserebökényben. A szalakóták odújába is bekukkantottak a résztvevők, írt a weboldalán a Körösmaros Nemzeti Park. A térségben itt költött a legtöbb kékvércse, több mint 40 párt mértek fel idén. Csapadékra nem, fokozódó forróságra annál inkább számíthatunk a következő napokban. A hétvégén is igazi strandidőben lesz részünk. Szerdán a napsütés lesz a meghatározó. Csapadék nem várható. A hőmérők éjszaka 14 fokot, a kora délutáni órákban 32 fokot mutatnak. Csütörtökön olykor felhők zavarhatják az erősödő napsütést. A hőmérséklet 16 és 34 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Országos karate edzőtábor Gyulán. Egy hetet töltenek a városban a kiokusinkáj stílus követői. Bai Zoltánra emlékeztek. A gyulavári református temetőben idézték fel a tudós alakját. Szabad festés a szabad ég alatt. A Szent Miklós parkban bárki csatlakozhat a művészekhez. Kövess engem. A magyar Continental Singles együttes tini csoportja lépett fel Gyulán. A Gyula TV híradóját látták. A pódiumban a Békés vármegyei gyermek és kis együttesek találkozójáról láthatnak kalocsai, magyarbődi és sárközi táncokat. Kövessék híreinket a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!